Nagyszerű, hogy itt vagytok. It's so good to see you here. Egyébként érdemes elgondolkozni ezen a vajta dolgon, és menni szolgálni. It is really worth thinking this vajta thing through and then going there and serving during the summer. Tudjátok, hogy ez a mi konferencia központunk, úgyhogy ez már így működik. A suli az itt van már fönt Pesten. You know that this is our conference center and it operates now only as a conference center because the school is already up here in Budapest. Tehát így tudunk segíteni, meg szolgálni ott. And this is how we can help out that ministry there. És én is küldeni fogom egyébként a fiamat 3 hétre, úgyhogy megjön. And I will actually send my own son there for 3 weeks. Tényleg, komolyan. I mean, really. Na, nagyszerű. Imádkozzunk, kérjük meg az Urat, hogy áldja meg a mai alkalmunkat. Let's pray and ask the Lord to bless this service. Atyám, köszönjük neked, hogy jöhetünk hozzád. Father, we thank you that we can come to you. Szükségünk van rád, hogy tarts meg minket ezen az alkalmon. We really need you to keep us and guard us during this Bible study. És köszönjük, Uram, hogy az igéddel te csodákat teszel. And Lord, we thank you that you do miracles with your word. Atyám, a kimondott szavaddal, a semmiből előhívtad a valamit. And Father, by your spoken word, you created this universe. You brought everything into being from nothing. És most szeretnénk azért imádkozni, hogy most is a te igéd az formáljon át minket. And I just want to pray that even now your word would shape us and mold us, transform Jézus nevében us in Jesus' name. Amen. Amen. Hogyha van Bibliátok, akkor legyetek kedvesek a Nehémiás 7. részéhez odalapozni, és úgy beszúrni az újatokat oda. So if you have your Bibles here, please turn to the 7th chapter of the book of Nehemiah, and then keep your finger there. Mert ott lesz a fő igerészünk. That will be the main passage we will study today. De nem ott kezdünk. But that's not where we will start. Ézsaiás 55-ből olvasnám föl az első igerészt. Because the first passage will be read from Isaiah chapter 55. 5. verstől. From verse Az új fordítást fogom használni, és kérem az angol nyelvűeket, hogy kövessétek majd a monitoron, mert csak magyarul fogom felolvasni. I will use the new translation in Hungarian, and I would like to ask the English speakers to read it in their own Bibles or on the screen, because we are not going to read it out loud. Te pedig olyan népet hívsz, amelyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek. Istenedért, az Úrért, Izrael szentjéért, aki dicsővé tesz téged. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el az útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsájtani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Ez Isten igéje. This is the word of God. Ez az a szó, ami kijött a száján. This is the word that actually came out from his mouth. Ez az a szó, amit mi már a kezünkbe foghatunk, ott van a kezedben. This is the word that we are able to hold in our hands. You have it in your own hands. Erről beszél. And this is what he talks about. Azt mondja about Isten, hogy az ő igéje az gyümölcsöző lesz. And God says that his word will be fruitful. Azt mondja, hogy az ő igéje az soha nem tér vissza üresen. And he says that his word will never return void to him. Az ő igéje az újjáéleszt. So his word revives us. És ezt megígérte nekünk. And this is something he promised to us. Az igéje, amit te most már Bibliának hívsz. So his word that you called Bible now. És milyen jó, hogy a kezünkbe foghatjuk. But it's so good that we can hold it in our hands. Én hálás vagyok, hogy egy olyan gyülekezetbe térhettem meg, és járhatok. I'm so thankful that I got saved at a church, and I can go to a church.
ahol a Bibliát tanítják, és nem a Bibliáról tanítanak. Where the Bible itself is being taught and not just there is a teaching about the Bible. Nagy különbség van. Because there is a great difference between these two. Mert ahol a Bibliát tanítják, ott mennek végig a Biblián és azt magyarázzák. Because where the Bible is taught, they go through the whole Bible and then they explain the meaning of it. Ez megalapozottságot ad. And it gives good foundation. Ez to jó your life. Ismeretet ad az igéről. And it gives you a great overview and knowledge of the word. Mert semmi nincs kihagyva belőle. Because nothing is left out. Ugye nekünk az itt hűséges emberek tanították a Bibliát. So faithful, folyamatosan. Even here, faithful people taught the Bible regularly. És nem hagyták ki belőle a nehéz részeket. And they didn't just jump over the hard passages. Hanem végig rágjuk az unalmas részeket is. But we actually chew our way through the boring passages. Azért, mert a teljes írás Istentől ihletett. Because the whole scripture is breathed by God. És a teljes írás hasznos. Or inspired by God, and the whole word, the whole scripture is useful. Még vannak gyülekezetek, ahol csak a Bibliáról tanítanak. And at the same time, there are churches where they only teach about the Bible. Vesznek egy igeverset, és akkor azt, amit gondolnak róla, azt előadják. They pull out a Bible verse, and then whatever they think about that, that's what they teach. Ezzel szerintem az a baj, hogy sok bizonytalan keresztényt eredményez, aki nem ismeri igazán az igét. And I think the problem with this is that it results in many unsure or insecure Christians who don't really know the word of God. Tudod, ezekből születnek a téves gondolatok, a három bölcs, aki jött Jézushoz. That results in faulty thinking, for example, about those three wise men that came to Jesus. Tudjátok, mi azzal a baj? You know what the problem is with that saying. Ugye tudjátok? I hope you know. Hogy? Négyen voltak? There were four of them. Aha. Nem tudjuk, hányan voltak we igazán. We have no idea how many of them there were. Bölcsek voltak, azt tudjuk. We only know that they were the magi, wise men. Tehát én hálás vagyok, hogy egy olyan gyülekezetbe járhatok, ahol az igét tanítják, a Bibliát tanítják nekünk. So I'm really thankful that I can go to a church where the word itself is being taught. Biztonságban vagyok, nem lesz valami kiforgatva vagy valami furán tanítva. So I feel safe because nothing will be distorted or taught in a strange manner. Én emlékszem rá, hogy amikor én megtértem. And I remember that when I got saved. Először engem a Phil-nek az öccse vezetett az Úrhoz, képzeljétek el. I was led to the Lord by Phil's brother, younger brother. És én akkor szinte semmit nem beszéltem angolul, nem, semmit nem beszéltem angolul. And at the time I did not speak a word of English. Borzasztó időszak lehetett. I'm sure it was a terrible season. Na most ott volt Phil-nek az öccse, aki meg egyáltalán, tehát ugyanannyit beszélt magyarul, mint én angolul. And then there was Phil's brother. He spoke just as much Hungarian as much of English I spoke. És a következőt csináltuk. So and this is what we did. Összejöttünk. We sat down, we got két together. 18 éves srác. Two 18-year-olds. 16. 60, mennyi volt a Mildi? Hát már nem ő is ott volt, csak az. Már mi nem a találkozókon. Mennyi volt, és nem legyen fiatal. Mi van? Bocs. Arra nem, azt nem tudom, rehányos voltál. Mi? Én azt nem tudom, hogy én mennyi volt. Oké, okay, az jó. Az most irreleváns. Szóval... Most, tök jó. Na, szóval, figyeljetek, tudjátok, mit csináltunk? Őnála volt egy angol biblia, nálam egy magyar. So this is what we did. He had an English Bible in his hand, and I had my Hungarian Bible. És a János evangéliumát olvastuk versről versre. And we were reading through the Gospel of John verse by verse. Ő egyet angolul, én egyet magyarul. He read a verse in English, and then I read the same verse in Hungarian. Azt megvan, hogy ezt csináltuk hónapokon keresztül? Do you understand that this is what we did for a few months? Kicsit ilyen furi ez, nem? It seems really strange, huh? De Isten igéje fölépített engem. But the word of God built me up. A János evangéliuma. The Gospel of John.
anélkül, hogy valaki ott magyarázta volna nekem. Without anyone explaining it to me. Isten igéje csinálta ezt. So this is what the word of God did to me. És aztán ugye jöttek emberek, akik tanították is nekünk ugyan ilyen Golgotás formában. Then people came who taught it to us, just the way we usually teach it at Calvary Chapel. És aztán ez a gyakorlat meg is maradt a Golgotákban, hogy ígéről ígére magyarázzák a Bibliát. This practice actually remained in Calvary Chapels, that they explain the Bible verse by verse. És terveim szerint ennél is maradunk. And that's my plan to remain with this plan. De azért, mert hiszem azt, hogy a Golgota gyülekezetek erre vannak hívva Magyarországon. It is because I believe that this is what the Lord called our churches to here in Hungary. Hogy vigyük és magyarázzuk a Bibliát. That we would just take the Bible and explain it. Azért, hogy emberek újjáéledjenek. So that people would be revived. Megveretett, összetört, nehéz sorsú emberek újjáéledjenek. Broken and beaten and people who are going through hardships would be revived. Én azt hiszem, hogy néha lebecsüljük az Isten igéjét, alábecsüljük. I think that sometimes we just we don't esteem the word of God really. Azért olvassuk olyan keveset. And that's why we read it so little. Mert nem hisszük el igazán, hogy az élő és hatásos. Because we don't really believe that it is living and powerful. Pedig a Biblia saját magáról ezt mondja, hogy az élő és hatásos. But the Bible says that about itself, that it is alive and powerful. Szóval az Isten igéjéről beszélünk. So we are talking about the word of God. Ami újjáéleszt embereket. That revives people. És az előttünk álló következő két részben a Nehémiásban, a hetedikben, a nyolcadikban egy ilyen újjáéledésnek leszünk a tanúi. And in the next few chapters in the book of Nehemiah, in chapter 7 and 8, we will witness such a revival. Hogy újjáéled egy nemzet. A whole nation gets revived. Olyan emberek, akik Isten népe voltak, de nem jártak Isten útján, most újjáélednek. People who were the people of God, but they were not walking in God's ways, but now they are revived. És a mai óránknak is azt a címet adtam, egy nemzet újjáéled. And I titled today's message a revival of a nation. És mi is gyülekezetként tanulhatunk ebből. And as a church we can learn from that. Mert a keresztény életünk az nem mindig csak magaslatok. Because our Christian life is not always doesn't always consist of high peaks. Hanem vannak nagyon mély völgyeink is. But actually we go through very deep valleys as well. Amikor csalódunk, amikor összetörünk, amikor elegünk van. When we get disappointed, when we get broken, when we are just fed up. Ez a keresztény életünknek a része. And this is part of our Christian life. És mondanám azt idézőjelben, hogy nincs ezzel semmi baj, ha éppen ez van. And I actually have to say that there is no problem when that is happening in our lives. De csak akkor, hogyha nem maradsz ott. But only if that's not where you remain. És ezekből a részekből tanulhatunk, hogy mit kezdjünk, amikor újra éledésre van szükségünk. And we can learn from these chapters what we can do when we need revival. Az első hat fejezetben, ugye, hogy végignéztük, láttuk, hogy fizikailag felépült Jeruzsálem kőfala. In the first six chapters, as we studied it through, we saw that the walls of Jerusalem got physically built. És a hetedik fejezettől pedig egy teljesen más újjáépítésnek leszünk tanúi. And from chapter 7, we will witness a completely different building a process of building something up. Az embereknek, a nemzetnek az újjáépítését fogjuk innen látni. We will see the building up of people, of a nation. Ugye azért építették ezeket a falakat is egyébként, hogy majd Isten újjáéleszthesse a nemzetet. And these walls were actually built so that God would be able to revive the whole nation. És meg fogjuk látni, hogy milyen, amikor Isten emberei újra reagálnak, újra ráállnak Isten akaratára. And we will see what it's like when God's people start to respond to God's will again and do it again. És meg fogunk ismerni valami alapvetőt Istenről, hogy hogyan végzi a munkáját. And we will learn something foundational about God. We will learn about how he does his work. Egy egész népet visszavezet Nehémiáson, meg Esdráson keresztül az ő igéjéhez. Because he returns a whole nation to
his word using Nehemiah and Ezra. Isten úgy végzi a munkáját, hogy az ő lelke által hűséges embereken keresztül. So God is doing his work by his spirit through faithful people. Szóval olvassuk tovább, jó? A hetedik rész első három verse, ha ott vagytok. Let's continue to read chapter 7 verses 1-3. Amikor fölépült a várfal, felszereltettem az ajtószárnyakat, és szolgálatba állították a kapuőröket, az énekeseket és a lévitákat. Érdemes észrevenni, hogy ki az, milyen három féle embert állítanak egyből szolgálatba. It is worth for us to note what three different people are placed into ministry right away in verse 1. Jeruzsálem parancsnokává testvéremet, Hanánit és Hananyát, a várnagyot neveztem ki, mert ő megbízhatóbb és istenfélőbb volt sok embernél. Meghagytam nekik, hogy ne nyissák ki addig Jeruzsálem kapuit, amíg melegen nem süt a nap, és amikor még őrt állanak, csukják be az ajtókat és zárják be. Jeruzsálem lakói közül őrségeket kell fölállítani, egyeseket az őrhelyeken, másokat saját házuk előtt. Álljunk meg itt, és néhány érdekes dolgot szeretnék nektek mutatni ebből a pár ige versből. Let's stop here, and I want to show you a few interesting things from these verses. Először is azt, hogy Isten népének a lelki újjáéledéséhez nem volt elég, hogy álltak a falak, amik biztonságot adtak. First of all, the walls themselves and the rebuilt walls were not enough for rebuilding the nation. Az a mindnyájan egyetértünk, hogy egy épület az nagy segítség, ha van. We all agree that having a building is really helpful. Valamilyen szintű biztonságot ad az embereknek. It gives a certain level of security to people. És rengeteg lehetőség van egy épületben, nem? And there are so many possibilities when you have or opportunities when you have a building. Nem sok gyülekezet mondhatja el, hogy van egy épülete. There are not that many churches who can say that they have a building. De mi ezért, hogy van épületünk, nagyon hálásak vagyunk. But we are so thankful that we can have a building. És próbáljuk maximálisan kihasználni, hogy Budapesten menjen előre, haladjon az evangélium ügye. And we try to use it to the max so that the gospel could go out in Budapest. De van itt egy nagyon fontos dolog, az, hogy az épület az nem egyenlő a gyülekezettel. But it's very important to know that the building is not equal to the church. És ha emlékeztet rá, mi is láttunk már gyülekezeteket épület nélkül hatalmasra nőni a Margit szigeten. And if you remember, we have seen a church grow in size without a building when we were out in Margit Island. Tudjátok, hogy melyik gyüli volt az? Nem tudjátok, melyik gyüli volt az? You don't know which church it was? A miénk. It was this church. Na már ezt is látjátok, látod? And you can already see this too. Megtanulhatjuk azt, hogy Istennél hol van a hangsúly, és min van a hangsúly. Because we can learn what God emphasizes and why. Tanulhatunk, hogy Istennek mi a fontosabb. We can learn what's more important for God. Mert elmehet egy gyülekezet abba az irányba, és ez hiba lenne, hogy túl nagy hangsúlyt kap az épület, az eszközök. Because a church can go into a direction and that would be faulty when you overemphasize the building and the resources that you have. És emiatt elveszíthetik azt, akiért vannak ezek a dolgok, az embereket. They can lose sight of who these things are there for. Egy keresztény elmehet abba az irányba, hogy fontosabbak az anyagiak, a fizikai dolgok, mint a lelkiek, even mint az emberek. Even a Christian can just get into thinking that material things are more important than people. És ez hiba and spiritual lenne. Things, and that would be a mistake. Jézus a Máté 16-ban a következőt mondja. And Jesus said the following in Matthew chapter 16. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ön lelkébe kárt val? What does it profit a man if he gains the whole world, but he loses his own soul?
mire jó, ha mindened megvan, minden eszközöd, minden anyagi dolgod, de lélekben nem vagy rendben. It's so what is it good for if you have everything, all the material goods that you want, but your spirit, your soul is not all right. Tudod, mintha azt mondaná, mintha megmutatná nekünk, hogy hol van a hangsúly, mi a fontosabb. As if it showed us where the emphasis is and what is more important. És tudod, jó, ha vannak eszközök, jó, ha van épület, jó, ha van anyagi áldás. And you know, it's good to have a building, it's good to have resources, it's good to have material blessings. De ezek a dolgok legyenek az emberi lelkekért, ne helyettük. But may these things be there for and the souls of people in, and not instead of them. Isten itt a Nehémiás könyvében a falakat azért építette, hogy majd az embereket fölépíthesse. God had the buildings here in the book of Nehemiah built in order to be able to rebuild the people afterwards. Szóval nagyon fontos dolog, amit megtanulhatunk, hogy a gyülekezet az az emberek, nem az épület. So an important thing we can learn is that the church is people and not the building. Istennek sokkal fontosabbak az emberek, mint az épület vagy az eszközök. People are much more important to God than the building or the material means. Vagy hogy működnek-e a tárgyaink vagy a monitorjaink vagy or if things actually work here and if our monitors work or not. Nehémiás nagyon jól ismerte Istent, hogy ez fog következni az embereknek a felépítés. Nehemiah knew God really well. He knew that this is about to happen, that God will rebuild the people. És itt látjuk az ő lépéseit, hogy hogyan építi föl lélekben a nemzetet. And here we see the steps he takes to rebuild the nation. Ha emlékeztek rá, azt olvastuk legutóbb, hogy 52 nap alatt készen lett a fal. If you remember, last time we read that the wall got rebuilt in 52 days. Ami egyébként Isten csodája. Which is actually a miracle of God. Képzeljétek el, egy Jeruzsálemet körülvevő fal. Just imagine a whole wall that surrounds all of Jerusalem. 3 méter széles végig. And that is 3 meter wide. 52 nap alatt, nem egész 2 hónap. And it got done in 52 days. Olyan emberek végezték a munkát, akinek gőzük nem volt, hogy kell építeni. And it was done by people who had no idea about how to actually build. Ez egyértelműen Isten munkája, igaz? It's clear that it was the work of God. Sőt, azt is olvastuk, hogy az ellenségnek is nyilvánvaló volt, hogy ezt Isten csinálta, ezt senki más nem tudta volna megtenni. We even read that it was clear to the enemy too that this was done by God and nobody else could have done this. Tehát mindenképpen a munkát úgy kell folytatni, hogy az Istennel való kapcsolat megmaradjon és megerősödjön. So the work needs to be continued in a direction where people's relationship remain and get strengthened. Hogy az Úr továbbra is benne legyen abban, amit csinálnak. So that the Lord would continue to be in what they are doing. Mert akkor számíthatnak ezekre a csodákra, amiket ő tett. Because then they can count on God's miracles. Könnyű kihagyni Istent a számításba. It's actually really easy to leave God out of your accounting. Zsoltárok 127:1-2. In Psalm 127, the first 2 verses say the following. Zarándokének Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Ezt már olyan sokszor olvastam, ezt az igeverset Nehémiás könyve kapcsán. I have read this verses so many times in connection with the book of Nehemiah. Nagyon fontos dolog, hogy Isten benne legyen abban, amit csinálsz. It is really important that God would be in what you are doing. Vagy másik oldalról azt csináld, amit Isten csinál. Or actually that you would be doing what God is doing. Nem valami mást. And not something else. Tudjátok, mikor az életünk egy olyan szakaszba ér, hogy tönkre megyünk? When our life gets into a season that we get destroyed, kind of.
Előfordul, hogy elfordulunk Istentől, csalódunk, összetörnek a kapcsolataink, és kiakadunk. It can happen that we turn away from God because we get disappointed or our relationships get broken and we get upset about that. És elkezdjük érezni, hogy igen, szükségünk lenne, hogy valaki újra élesszen minket. And we start sensing that we need someone to revive us. Kellene egy új lap. We would need to have a new chance. Mert már elég volt. Because it's been enough. Nagyon fontos, hogy akkor nem az fogja a megújulást hozni, hogy kívülről rendbe rakom magam. It is really important that at such a time revival is not going to be brought on by me making everything right outwardly. Magyarázom. I just want to explain this. Új életre van szükségem. Ott hagyom a régi munkámat. Hitbe kilépek. I need a new life, so I will leave my old job. I will just take a step of faith. Új életre van szükségem. Itt kell hagynom a szolgálatom, vagy új gyülekezetet kell keresnem. Új élet kell. I need a new life, so I will leave my ministry. I need to look for a new church. I need new life. Vannak, akik a testük megváltoztatásától várják ezt. Some people actually expect revival from changing their bodies. Új élet van. Én most le akarok fogyni, és olyan izmos leszek 3 hónap alatt, mint Arnold Schwarzenegger. I need a new life, so I will go on diet, lose weight, and in 3 months I will gain muscles like Arnold Schwarzenegger. Lelkileg is jól leszek. And then I will be okay spiritually as well. Egyébként hozzáteszem, hogyha valaki sportos, akkor az a lelkének is jót tesz. I want to add that if you are fit physically, that actually does good to your soul too. De az, hogy kívülről változtatod magad, az nem fogja a belső megújulást hozni. But you changing anything outwardly is not going to bring an inner revival. Isten nem így munkálkodik. This is not how God works. Isten belülről munkálkodik kifelé. God works from the inside out. Látod, Nehémiás fölállította itt a védelmet és a helyes Isten imádatot először. So you see that Nehemiah here first built the defenses and then the right worship of God. Szükséged van egy megújulásra? Érzed ezt a, ezt kiabál benned, hogy kéne egy újjáéledés? Do you need a revival? Is your heart kind of screaming that I need to be revived? Akkor tudnod kell, hogy Isten belülről fog kifelé munkálkodni. Then you need to know that God is going to work from your inside out. Bent kell kezdeni, és ha ott rendben van, az látszani fog rajtad kifelé. You need to start in your heart, inside of you, and when everything is right there, then it will be obvious outward as nézd well. Nézd meg, Nehémiás három típusú embert állít először szolgálatba. Please see that Nehemiah first puts 3 different kinds of people into the ministry. Ebből tanulhatunk. Az első a kapuőrök. And we can learn from that. The first ones are the gatekeepers. És nagyon érdekes parancsot ad nekik. And he gives them a very interesting commandment. Nem tudom, hogy figyeltétek-e. I don't know if you paid attention to this when we were reading it. Azt mondja nekik, hogy mostantól csak akkor engedtek ki vagy be valakit, amikor fönt van a nap. He told them that from this moment on you will let people go in or out these gates when the sun is up. Mostantól csak akkor történhetnek a dolgok, amikor világosság van. From this time on things can happen only during daylight, so when everything is lit. Többé a sötétben ne történjen semmi. So nothing can be done anymore in the dark. Hozzátok a világosságra. Bring it to the light. Többet titokban nincsen semmi. There's nothing left in the secret anymore. Csak akkor engedhettek be embereket és ki, amikor világosság van. You can let people in and out only when there is light. És ugye ott álltak a kapuknál, hogy beengedhessék azokat, akiknek tiszta, igazi szándékuk van. So they were standing by the gates so that they could let people in with clean or pure motives. És megállítsák azokat, akik pedig gonosz szándékkal jönnek, hogy lerombolják Isten népét.
And that they would stop those who come with the evil intentions to destroy the people of God. Nézd, mit tanulhatunk ebből. What can we learn from this? Ha szükséged van rá, hogy a lelki életed így újjá éledjen. If you need a revival of your spiritual life. Akkor az ott kell, hogy kezdődjön, hogy világosságra hozod a dolgaidat. It needs to start by you bringing your things out into the light. Hogy nincs többet rejtegetés Isten előtt, hanem oda viszed eléje. There is no more hiding of things before God, but you bring it all before him. Hogy semmit nem cselekszünk többé a sötétbe, titokba. We no longer do anything in the dark, in the secret. Általában ez a bűn, amit mi így rejtegetünk, meg titokba tesszük. Usually it is sin that we want to hide and do in secret. Ott kezdődik az újjáéledés, hogy hozd a világosságra az életedet. A revival starts by you bringing your life into the light. Ábrahámnak azt mondja Isten, hogy gyere, járj előttem, és legyél fedhetetlen. God told Abraham, come, walk before me, and be not faultless, but blameless. És ez azt jelentette, hogy gyere, legyen az életed előttem egy nyitott könyv, hadd lássalak, legyél előttem mindig. And it just meant, come and let your life be an open book before me, that I would constantly see it. És a gonosz ne tudjon kapaszkodót találni rajtad. So that the enemy would not be able to find something to latch on. És aztán Isten azt mondja, és én majd megáldalak. And then God says, and then I will bless you. Minket is hív erre Isten, hogy előtte éljük az életünket, hogy nyitott könyvek legyünk előtte. This is what God is calling us to do, that we would live our lives before him, and that we would be an open book before him. Remélem tudjátok, hogy Isten elé nem kell rejtegetnünk semmit. I hope that you know that you don't need to hide anything before God. Ugye tudod, hogy Isten már azokat a bűneidet is megbocsájtotta, amit te még nem is tudsz, hogy el fogsz követni. I hope you know that God has already forgiven you even those sins that you don't even know you would commit. Tudod, hogy ilyen az Isten? Do you know that this is what God hogy is like? Jézusért azt megbocsájtotta neked. That he has forgiven those things to you for Jesus. Te még nem is tudod, hogy fogsz elbukni, ő már azt megbocsájtotta. You don't even know how you are about to fall, but he has already forgiven that to you. Tudod, hogy Istent érdeklik a bukásaid, a szégyened? Do you know that God is interested in your failures, in your shame? A keserűséged ellene? Even your bitterness against him. Tudod, hogy nem kell takargatni, titokba lennie? And do you know that you don't need to try to hide this and cover it up and keep it in secret? Mert Isten csak akkor tud majd megtisztítani, hogyha így a világosságra hozod ezeket, ha elmondod neki. Because God will be able to cleanse you only if you bring these things out into the light when you tell him about it. János első levelében mondja. In the first epistle of John, he says the following. Hogyha megvalljuk a bűneinket. That if we confess our sins. Ő hű és igaz, hogy megbocsássa a bűneinket. He is faithful and just to forgive our sins. És megtisztítson. And cleanse us from all unrighteousness. Látod, ha a világosságra hozod. You see, this is what happens when you bring it out into the light. Isten hív minket, hogy járjunk a világosságban, a barátságainkban, a házasságunkban. God is calling us to walk in the light, in our friendships, in our marriages. Akkor képes ő újra éleszteni minket, ha a világosságra hozzuk ezeket a dolgokat. Addig nem fog. That's when he is able to revive us, when we bring these things into the light. He's not going to revive us until then. János 11:9-10. In John chapter 11, verses 9 and 10. Jézus így válaszolt, nem 12 órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ez az első lépés a lelki újjáéledésbe, hozd világosságra. This is the first step in spiritual revival. You need to bring things into the light. Nehémiás fölállítja ezeket az őröket, akik figyelnek, hogy kint maradjon, akinek kint kell maradni, és bejöhessen, akinek be kell jönni. So Nehemiah sets these gatekeepers so that those who need to come in could come in, and those who need to stay out would stay out. Mi a következő két típus, akiket fölállít? What are the two next
next types of people that he puts into ministry. Mi kell a lelki újjáéledéshez? What else is necessary for a spiritual revival? Azt látom itt, hogy dicsőítőket, dicsőítés vezetőket, énekeseket. So I see that he calls musicians or singers or worship leaders. És papokat. And the Levites, a priest. Tehát olyan embereket, akik vezetik Isten népét az imádatra. So these are people who lead God's people into the worship of God or in the worship of God. És olyan embereket, akik tanítják Isten népét az imádatról. And also people, the Levites are people who teach the people of God about the worship of God. Tehát a következő lépés az az, hogy helyreálljon a helyes Isten imádat az életükben. So the next step in order for their the right worship of God to be rebuilt or restored in their lives is the following. Tudjátok, a legtöbb embernél, aki lelkileg a padlóra kerül, most people who spiritually get to the bottom, leomlanak a védőfalak meg az élet. Whose defensive walls get broken down and their lives get shattered. A legtöbb embernél ez a két dolog hiányzik az életében. With most of those people you can find that these two things are not there in their lives. Vagy azért, mert nem fogadja el, hogy ő neki hálásnak kéne lenni, és szüksége van Isten igéjére. Either because they don't accept that they need to be thankful and that they need the word of God. Vagy eltelt már egy csomó idő, és ezekben a dolgokban csalódott. Or because time has passed and they got disappointed in these things. És ezért elhagyta Isten igéjét, és elhagyta a dicsőítést, a hálaadást. So they left the word of God, they left the worship of God and giving thanks to him. Nem tudom, hogy találkoztatok már ilyennel, én sok ilyennel találkoztam. I don't know if you have ever met such people, but I have met many. Hogy megkérdezem, hogy na igen, és Bibliát olvasod, ott van, táplálkozol lelkileg? So I ask them, and do you read your Bible? Do you feed yourself spiritually? Is it there in your life? És erre a válasz az, hogy hát figyelj, már annyit olvastam, és nem történt semmi, úgyhogy hagyjál békén vele. And they answer that, come on, I have read it so much and nothing happened. Leave me alone with it. Vagy mondom, hogy ott van a dicsőítés az életedben, dicsőíted az Urat? Or I ask them, and is worshiping the Lord part of your life? Do you worship the Lord, praise him? És akkor a válasz az, hogy figyelj, már nagyon rég nincs miért, mit megköszönöm. And then the answer is that I haven't had a reason to worship him or praise him for a long time. Ezek valódi dolgok, ezek történnek közöttünk. And this is real, and these things happen among us. És nincs jogom kétségbe vonni, hogy emberek idáig eljutnak, teljesen. And I have no reason to doubt that people actually get to that point. De az az igazság, hogy az Istennek a dicsérete, meg a neki való hála, az sokszor nem érzések lesznek, az egy döntés lesz. But the truth is that the worship of God and giving thanks to him many times is not going to be feelings, but rather it's a decision. Döntök, hogy én hálás leszek neki azért, ami most van. That I decide to give thanks to the Lord for what I have right now. Az Isten szavába való bizalom az nem eredményfüggő kellene, hogy legyen. So the trust in the word of God should not depend on the results. Hanem az is egy döntés. But that is also a decision. Mert a Bibliában egy csomó olyan rész van, ami Uram, bocsát, unalmas lesz. Because there are quite a lot of passages in the Bible that, God forgive me, are boring. Nem fogod azt érezni, boom, most így nagyon szíven ütött volna. Reading it, you are not going to sense that it really hit you. De döntesz-e úgy, hogy mész tovább? But do you make a decision to keep reading it? Emlékeztek Lázár történetére a Bibliában, az Új Szövetségben? Do you remember the story of Lazarus in the New Testament? Jézus ott példát ad nekünk. Because Jesus there gives us an example. Azt mondja, hogy
Meghalt Lázár. You know, it tells us that Lazarus died. Jézus nagyon szerette őt. Though Jesus really loved him. Szerintem mindenkinél jobban szeretett volna ott lenni és meggyógyítani. And I'm sure that he wanted to be there more than anybody else and heal him. De nem lehetett ott, mert Isten időzítése nem engedte, hogy ott legyen. But he could not be there because the timing of God didn't allow him to be there. És Lázár meghal. So Lazarus died. És Jézus. A drámai előadásom volt. Szóval Lázár meghal. So Lazarus dies. És Jézus azt mondja, én meg örülök, hogy nem voltam ott. And Jesus says that he was glad that he wasn't there. Ez egy döntés volt. And it was a decision on his part. Hogy emellett döntök, hogy én akkor is dicsérni fogom az Urat azért, amit történt. That I'm making the decision to still praise the Lord for what happened. Mert tudom, hogy ő a dicsőségére fogja használni azt is, ami éppen történik velem. Because I know that he is going to use whatever is happening right now for his glory. Vagy emlékeztek, amikor Péter, amikor Jézus mosta a tanítványok lábait? Or do you remember the time when Jesus washed the disciples' feet? És Péter megint szokásos módon képben volt, mindennel mindent értett. And as usual, Peter just really knew everything. He understood what was going on. De hogy értett, semmit nem értett. Of course, he had no idea what was going on. És Jézus azt mondja neki, jó, semmi gáz nincs. And Jesus tells him that, okay, no problem. Ezt most nem érted, nem baj. You don't understand this now. Csak that's menjünk not tovább. A problem. Just keep going on. Majd megérted, amikor kell. Then majd akkor meg fogod érteni. You will understand it when it's necessary. You will understand it. Tudunk mi így nézni Isten igéjére? Are we able to look at the word of God like this? Ahelyett, hogy eldobnánk ezt a két alap dolgot. Instead of throwing these two foundational things away. Tudsz úgy ránézni, hogy én ezt most nem értem, mindegy, majd megértem. Are you able to look at the Bible thinking that I don't understand this now, but that's okay. De I will. Megyek later tovább, mert fontos Isten igéje, but tudom. I will still keep reading it because the word of God is important. Mert ez a két alappillére az életemnek. Because these are the two foundational columns or the two basic foundations of my life. És ha te így vagy itt ma, hogy csalódtál, összetörtél és szükség van újjáéledésre. And if this is how you are sitting here today, that you got disappointed and you are broken and you need a revival. Néha azt kapom, hogy Jani, hagyjam engem a Bibliával már. Sometimes you know, people tell me, Jani, leave me alone with the Bible. Nekem valami sokkal mélyebb kell, hogy a lelkem helyreálljon. I need something so much deeper in order for my soul and spirit to get restored. Szóval, hogyha ilyen csalódott vagy, hadd mondjam el neked. If you are just as disappointed or disappointed in hogy az Istennel való járásnak a természetes része az, hogy néha nem érezzük és nem értjük Istennek a dolgait. And let me tell you that it is a natural part of our walk with God that sometimes we don't sense or don't understand his things. Mert az ő gondolatai sokkal magasabbak a miénknél. Because his thoughts are much higher than ours. Meg az utai sokkal másabbak, mint a miénk. And his ways really differ from ours. De hogyha így vagy itt, hogy így szükséged van ilyen újjáéledésre, én hiszem, hogy Isten szól hozzád ma. But if this is how you are here today, that you need a spiritual revival or awakening, then I believe God is speaking to you right now. Hiszem azt, hogy szeretné, hogy tud, hogy ő lát téged, ő ismer téged. I really believe that I need to tell you that he need to no, sorry, you need to believe that he sees you and he knows you. Jelenések 2:2-től olvasom. I will read in the second chapter of the book of Revelation from verse 2-5. Tudok a cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak hívják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg.
De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki. Térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. Én hiszem azt, hogy Isten üzeni ezt néhányunknak. I really believe that this is God's message for some of us here. Azt mondja itt, hogy emlékezzél meg, hogy hol estél el, hol estél ki. Here he says, remember therefore from where you have fallen. És tedd a régi cselekedeteket, amik előtte voltak. Repent and do the works you did at that time that were before this. Emlékezz vissza, amikor még ragaszkodtál Istenhez, és égtél az Úrért. Remember the time when you were still clinging to God and you were on fire for him. Mik voltak azok a cselekedetek? What did you do then? És azt mondja Jézus, tedd újra azokat. And Jesus says, do those things again. Állítsd helyre Istennek az imádatát az életedbe Restore újra. Restore the worship of God in your life again. Állítsd helyre az ige szeretetét újra az Restore életedbe. Restore the love for his word in your life again. És menj tovább ebbe hűségesen. And keep walking in that faithfully. Nekem annyira tetszik, hogy a Jelenések könyvében Jézus nem azt mondja, hogy érezd magad újra úgy, mint akkor. I really like that here in the book of Revelation, Jesus doesn't tell us to feel the same way we used to feel. Volt már nektek olyan, hogy így nagyon rosszul voltatok, nagyon kibukva? Has it ever happened to you that you were really feeling bad and you were really upset? És egy kedves keresztény tesó jött. And a nice Christian brother or sister came. Oh, érezd magad jó, tesó. And they just said, just come. Feel veled van. Well because the Lord is with you, and I just wanted to punch them. Nem? Nem volt még ilyen, csak én vagyok ilyen bűnös. Maybe I'm only such big of a sinner. Jézus nem ezt kéri. This is not what Jesus is asking here. Hogy érezd magad úgy. That you would feel that way. Ez egy ilyen ponton, egy nehéz ponton ez lehetetlen. Because at a hard point it's impossible. Jézus azt mondja, emlékezz vissza azokra a cselekedetekre, amiket akkor tettél. But Jesus says, remember your works that you used to do then. És tedd újra azokat. And do those things again. És Isten majd visszaadja azokat az érzéseket, és hidd el. God will return those feelings. És lehet, hogy valakinek erre van szüksége. And maybe this is what some of hogy you need. Hogy ragaszkodj újra hűségesen az Istenhez, mert ő ragaszkodik hozzá. That you would start clinging to God faithfully again, because he is clinging to És you. Nagyon fontos, hogy tudd, hogy semmi nincs, ami Istent arra késztetné, hogy téged kevésbé szeressen. And it's really important for you to know that there is nothing that can make God love you less. Hogy ő nem csalódott benned, ő tudta előre minden lépésedet. He is not disappointed in you. He knew every single step you would take in advance. Róma 8:32-től ezt olvasom. This is what you read in the book of Romans, chapter 8, from verse 32. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik értünk? Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ez egy nagyon fontos igevers. These verses are really important. Nem választhat senki el tőle. Nothing can separate you from him. Nincs semmi, amitől ő téged kevésbé szeretne. There's nothing that would make him love you less. Ragaszkodj hozzá.
So cling to him. A hibáiddal, a gyengeségeiddel, mindennel együtt ragaszkodj together hozzá. Together with all your weaknesses and flaws, just cling to him. És egyetlen egy dolgot kihagytunk, ha észrevettétek. And if you noticed, we left out one thing. A második versben. In verse 2. Azt olvasod. This is what you read. Jeruzsálem parancsnokává testvéremet Hanánit és Hananyát, a várnagyot neveztem ki, mert ő megbízhatóbb és istenfélőbb volt sok embernél. Ilyen érdekes, hogy kinevez itt vezetőket, és ezek lelki vezetők. And it's really interesting that Nehemiah here puts leaders in place, and these are spiritual leaders. Ő már befejezte, átadja a vezetést valaki másnak. He finished his thing, and now he gives the leadership over to somebody else. És ezekről az emberekről alig tudunk valamit. And we hardly know anything about these people. Az egyikről tudjuk, hogy ő Nehémiás testvére. One of them, we know that he was Nehemiah's brother. És itt megtudjuk róluk, hogy istenfélők voltak és megbízhatóak, hűségesek. And here we find out that these people were God-fearing people and also men of integrity, or that they were faithful and trustworthy. Ez volt az elvárás a Nehémiásnak, hogy ilyenek legyenek a lelki vezetők. This is what Nehemiah expected of spiritual leaders. És ez Isten elvárása is felénk. And this is God's expectation as well. Az első korintusi levélben negyedik rész első két vers. In 1 Corinthians chapter 4, the first two verses say the following. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követeltetik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Ez egy olyan jó igevers. This is a really good verse. Voltál már úgy, hogy mindig így elrontottál mindent, és ilyen nagy szerencsétlenségnek érezted magad? Has it ever happened to you that you are just you felt like you are messing up everything and you felt like a big loser? Nekem gyakran van ilyen. This actually happens to me a lot. Semmire nem vagyok jó, semmi nem sikerül. I'm not good for anything and I managed to do nothing. Hidd el, hogy megyek majd hazafelé, és azon fogok gondolkodni, hogy mit rontottam el, nem az, hogy believe mi volt jó. Believe me, when on my way home I will be thinking about what I messed up and not about what was good. This is how I think. De lehet, hogy te is hasonlóan érzel. You are a similar kind of a person. Hogy katasztrófa vagy. And you always think that it was catastrophic. De mit jelent Isten sikeres szolgájának lenni? Mit vár el Isten a sikeres szolgáitól? What does it mean to be a successful servant of God? What does God expect of someone who is successful? Azt mondja Pál itt, hogy mi úgy nézzenek ránk, mint Isten szolgáira. Because Paul here says, may people look at us as servants of God. És itt a szolga szó azt jelenti, hogy férfi a hajó gyomrában. And here the word servant means the man in the belly of the ship Tudjátok, kiket hívtak így? Do you know who were called like that? A római gályán a harmadik szinten lent evezőket. These were those slaves who were on the Roman galleys on the third level down. A tök sötétbe. They were rowing there in pitch black, like in the dark. Tök sötétbe csak húznak, eveznek. And they húznak did nothing else but just pulled the rows. Yeah. Azt mondja, így nézzetek ránk, mi csak emberek vagyunk, akik hűségesen megyünk előre. And he said, look at us like that. We are only people who keep going forward faithfully. Nem látjuk mindig, hogy mi az irány. And many times we don't see what the direction of the boat is. Csak a ritmust halljuk. The ship is. All we hear is the rhythm. Azt se értjük, hogy miért így megy a ritmus néha. And we also don't understand why the rhythm is what it is. Vagy miért van ez néha. Why do we hear this sometimes? Nem értjük. And we just don't understand. Mi csak evezünk. We just keep rowing. Mi csak hűségesek vagyunk. We are just simply faithful. És azt mondja, hogy
Isten ezektől az emberektől csak ezt várja el. And here it says that this is all God requires of these people. Nem kell, hogy mindig tökéletes legyél. You don't need to always be perfect. Nem kell, hogy ajándékozott legyél. You don't need to be very gifted. Nem kell mindig mindent érteni. You don't need to always understand everything. Csak ragaszkodj Istenhez. But just cling to God. Azt mondja, hogy ezt várja el tőlünk Isten. And here it says that this is all God expects. És azt hiszem, hogy ezt mindannyian tudjuk tenni. And I think that we can all do this. Mert tehetjük. Because we can do this. A hibáink minden ellenére, mik ragaszkodhatunk Istenhez. In spite of all our flaws and everything, we can still cling to God. És ez az, ami kell egy nemzet lelki újjáébredéséhez. And this is what is necessary for a revival of a nation. És hogyha neked szükséged van újjáébredésre, akkor kezd itt, ezeknél and a pontoknál. And if you need a revival, then this is where you need to start, with these things. És zárjuk be imával. Let's close with a prayer. Atyám, szeretnék azokért imádkozni, akik egy lelki mélységben vannak most. Father, I just want to pray for those who are in a spiritual valley right now. Akik harcolnak, küzdenek, akár így a hitükkel is. Who are just fighting and struggling, maybe even with their faith. Atyám, arra kérünk, hogy Father, we just ask you, hogy adj nekik erőt most. That you would give them strength now. Imádkozunk, hogy ne hagyjanak el téged. And we pray that they would not leave you. És imádkozunk azért, hogy adj erőt, hogy beléd kapaszkodjanak. And we also pray that you would give them strength to hold on to. És adj nekik bátorságot, hogy világosságra hozzák a rejtett dolgaikat. And also give them courage to bring their secret things or hidden things to the light. Azért, hogy te megbocsájthass és megtisztíthass. So that you could forgive them and cleanse them. Kérlek, tedd meg ma. And I pray that you would do this today. És hogyha esetleg te vagy ez az ember. And in case you are this person. Akkor hiszem, hogy Isten bátorít téged ma, hogy menj hozzá és kérj bocsánatot then ma. I really believe that God is encouraging you today that you would just go to him and ask for forgiveness today. Ne menj még egy napot azzal a teherrel a nyakadban, ami ott van. Don't go one more day with all that burden that you have on your neck. Mert Isten szeretne fölébreszteli. Because God wants to revive you. És újjáéleszteni. Or he wants to wake you up and revive you. Atyám, imádkozunk azért, hogy kérlek munkálkodj, hogy rajtunk keresztül az elkövetkezendő héten. And Father, we pray that you would work through us in this coming week. Segíts nekünk, hogy a kegyelmedet, a szeretetedet vigyük ennek a városnak. Help us to take your love and your grace to this city. Imádkozunk, hogy hozd a szomszédainkat, meg a barátainkat ide a gyülekezetbe, akik nem hívők, és térjenek meg. That you would bring our friends and our neighbors that are not believers yet into the church, and may they get saved. Atyám, mi csak vágyunk rá, hogy adj erőt nekünk, hogy mi is ragaszkodjunk hozzád a következő and héten. Father, we also long to cling to you this coming week, and we pray that you would give us strength Atyám, for that. Add, hogy bármi történik, kapaszkodjunk beléd. And Father, help us to just cling to you no matter what happens. Kérlek, áld meg a gyülekezetedet, hogy ezen a héten növekedjen számban és lélekben. And we also pray that you would bless your church, that it would grow this week, both in numbers and in the spirit. Jézus nevében kérünk. And we ask for all these things in Jesus' name. Amen. 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 Hú, nagyszerű hősök vagytok. You are heroes. Itt a melegben. Because it's so hot. Hogyha bármi kérdésed van, vagy imára van szükséged, mi itt leszünk elől, és szeretnénk veletek beszélni. In case you have any questions or you need prayer, we will be up front and we want to talk to you. Illetve ha az Úr úgy vezet, hogy adakozz, akkor tudjátok, hogy ott oldalt megtaláljátok az adakozó dobozokat, ahol ezt megtehetitek. And in case the Lord is leading you to give, then you can find the tithe boxes by the entrance and you can do that there. Isten áldjon benneteket a hosszú hétvégén. May the Lord really bless you during this long weekend. És mondanám, hogy most sok időnk van, úgyhogy ha tudtok, gyertek vissza vasárnap este társasozni, meg dicsőíteni, meg minden. And I would say that now we have a lot of time, so come back for the Sunday evening service to play and to worship and így van. Sziasztok. Be together with others. So bye-bye.